Három egyesület 15 versenyzőjének részvételével zajlott a súlyemelő Tolnabegye bajnokság Tamásiban. Az idei évnek az első igazi felmérője volt a versenyzők többségének, hiszen alapozásból jöttünk, és akkor a felkészülésnek az első állomása volt ez a mai verseny. Összességében azt látjuk, hogy hol tartunk a felkészülés ennek az időszakban. Hát dolgozunk tovább, és folytatjuk a felkészülést a következő versenyekre. Fenyő Dánielnek lesz 2 hét múlva a Savaria Kupa Szombathelyen. Ott azért kell elindulni, mert a válogatottaknak egy válogatott verseny lesz a junior világbajnokságra, illetve a felnőtteknek a felnőtt Európa bajnokságra lesz válogatott verseny. Ott fogunk elindulni, de jön az iskolás országos bajnokság majd áprilisban, tini országos bajnokság májusban. Igaz, hogy minden korosztályban van versenyzőnk, de csak 1-2. És igazából az utánpótlás hiányzik, az a 10-12 éves kor, ahol el tudjuk kezdeni a felkészülést, a mozgástanítást, illetve fölmenő rendszerben tudjuk vinni a gyerekeket. Nagyon kevés a létszám, nagyon sok volt a lemorzsolódás, és hát szeretnénk ezen javítani a jövőben. A Tamási Koppány Súlyemelő Egyesület tárt kapukkal várja az érdeklődőket, ahol mindent megtudhatnak az olimpiai súlyemelésről. Az ezeken az edzéseken készülő egyesületi versenyző, Fenyő Dániel, a hétvégi versenyen junior 73 kg-os korcsoportban mérette meg magát. Érdekes lett, szakításból kicsit parádésre sikerült a verseny. Az első 2 szakításomat elrontottam sajnos, viszont a harmadik az sikerült 115 kilón. Lökés, az viszont 131 kilón kezdtem, viszont a 240-es az már nem sikerült, de ezen kívül sikerült elvinni mindent. Voltam ott fejben rendesen, nem koncentráltam eléggé. Lökésnél pedig szimplán csak elfáradtam szerintem. Az edzések száma sok mindentől függhet, tudtuk meg a versenyzőtől. Attól függ, ki mennyire tehetséges, meg milyen a genetikája, de szerintem egy heti 3 edzéssel már elég jó lapot össze lehet hozni. A heti 10 órát szoktam edzeni összesen, ez úgy elosztva nagyjából egy 3 nap, és akkor úgy plusz a kiegészítők, még ugye a hasizom, meg a hátizom, nem csak súlyokkal edzünk. Inkább híznom kéne még, mert 73 kilós súlycsoportban csak 69 vagyok, szóval nem igazán annyira jó. Viszont hát edzés, vagy verseny előtt szoktam kicsit odafigyelni a vacsorára, hogy másnap ne az legyen, hogy alig tök fölkelni, és nem tudok emelni, hanem kicsit visszafogom, és akkor pörgősebb vagyok. Fenyő Dániel verseny eredményével öregbítette városunk hírnevét, hiszen mind súlycsoportjában, mind a férfi mezőnyben a legjobbnak bizonyult. A tamási csapat 3 másik tagja is a dobogó felső fokán végzett. Kocsi Gergő a legkisebbeknél, Fenyő Péter a serdülő, míg Lőrinc Dávid ifjúsági férfi kategóriában bizonyult a legjobbnak.